Nógrád megyében kezdte országjárását a Magyar Szolidaritási Mozgalomból kinőtt Igen Szolidaritás párt, akiknek célja, hogy felszámolják a szociális válságot az országban. Ennek keretében Salgótarjánban is gyűjtötték az aláírásokat a havi 250 ezer forintos nettó minimálbérért, az 50 ezer forintos nyugdíjemelésért és a gyermekenkénti havi 50 ezer forintos családi pótlékért. Azért jövünk erre az országjárásra egyébként gyalog, mert azt érezzük, hogy a magyar vidék az évtizedek óta el van hanyagolva. Állandóan nagy dolgokról beszélnek a nagyvárosokban, Budapesten, de a politikusok nem mennek az emberek közé, és ezért azt határoztuk el, hogy most mi nem csak a nagyvárosokban, mint például most itt Salgótarjánban leszünk, hanem nagyon-nagyon sok kis településre fogunk elmenni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emberektől beszélgessünk, az emberektől megkérdezzük, hogy mi a véleményük, hogyan élnek, és hogy elmondjuk nekik, hogy van remény, hogy közösen ki tudjuk harcolni azt, hogy normálisan lehessen élni ebben az országban. Székely Sándor a párt két nógrádi országgyűlési képviselőjelöltje, Barta László és Kriss Norbert részvételével tartott sajtótájékoztatóján elmondta, Salgótarjánban is sokan aláírták a kezdeményezésüket. A szignókat egyébként szeptember 11-éig gyűjtik. Már több mint 50 ezernél járnak, de 250-300 ezer összegyűjtése a végső céljuk.